műsor kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota. A vendéged leszek, s te a vendégem. Lássuk, ki fogad most engem. Jó napot, megjöttem. Jó napot, megjöttem. Volt én nékem szép szeretőm, de az olyan volt, de az olyan volt. Ha egy nap nem láttuk egymást, két nap beteg volt. Ha egy nap nem láttuk egymást, két nap beteg volt. Harmadik nap megkérdeztem, téged mi lett volt? Téged mi lett volt? A szívemet a szerelem körül fogta volt. A szívemet a szerelem körül fogta volt. Mórus Tamás szerint a hagyomány nem a hamu őrzése, hanem a láng továbbadása. Szerencsére sokan vannak még Erdélyben, akik ezt így gondolják, és ma is hűen őrzik a hagyományok lángját. Kurkó Stefánia kétségtelenül közéjük tartozik. Ötgyermekes családanya, de emellett arra is szakít időt, hogy visszanyúlva gyökereihez egy panziót működtessen édesanyjával, amely olyan, mint egy igazi ékszerdoboz. Na, hát megérkeztünk, csodálatos! Ma a Stefánia panzióba látogatok el Parajdra, ahol, ha szerencsém van, elleshetek néhány igazi anyalánya receptet. Ez egy igazi éléskamra. Hát itt minden van. De emellett megnézem, hogy milyen értékek, hagyományok élnek itt még ma is ugyanúgy, mint dédszüleink idejében. Ez a tipikus székely ruha, tehát akárhova mész, ezt látod. Kapcsolódjanak be mai utazásomba. Én, ahogy ide betértem, úgy elöntött egy ilyen jó érzés, egy melegség, hogy igen, ilyen még van és létezik, és olyan, mint egy ilyen mesebeli birodalom. Tényleg csodálatos, de számodra mit jelent? Nagyon sokat, nagyon, de nagyon sokat. Egy a családi kötődés, a másik pedig, hogy ez a, hogy azt mondom, hogy a Földkerekségen ez a kedvenc helyem. Azt elhiszem. Igen, de Parajd az valamiért úgy vonzott mindig is. Kicsi koromban minden évben egy hónapot itt töltöttünk. Most hát nem mondjam azt, hogy 10 éve elkerültem a Csíkba, és most már ott is vannak kedvenc helyek, de azért mindig ez, amikor idejövök haza, akkor van egy olyan... Hát de az otthon. Igen, és akkor a vendégek is szokták mondani, hogy nem tudják, hogy mi az, de amikor belépnek a kapun, akkor valamit éreznek, valami különleges dolgot, ami nem tudják szavakba elmondani. Na, és akkor szerintem az, hogy mindegyik ember érzi, hogy benne van a lelkünk. Édesanyám is mindent úgy csinál, hogy benne van a lelke. És pont ahogy ide tartottam, most fogalmazódott meg amúgy ez bennem, hogy én tini lányként nem kedveltem a régiségeket. A házunk vásárhelyen úgy nézett ki, mint egy régi kupec kereskedőnek a lakása, de minden régiséggel tele, de most jött be nekem azt, tudod, hogy miért szeretem a régi házakat, miért szeretem most már a régi dolgokat, legyen az a ruhától a tányérig, a mezőgazdasági dolgokig, minden, mert akkor azoknak az embereknek benne volt a lelke. Tehát kézzel készítették, de a lelkük benne volt. És szerintem ezek a tárgyak úgymond élnek. Kellett egy bizonyos idő, hogy ezt hogy megértsem. Aha. Igen. Aha. Igen, én úgy érzem, hogy igen. Hogy rájöjjek azt arra, hogy ugye most meglátok egy modern házat, most nem azt mondom, hogy nem szépek, persze, de bemegyek és keresem azt, hogy hol a lelke. Nagyon kevés olyan házat találok, például amiknek hol a lelke.
Most bemész egy kis paraszti házba, és annak tudta az az ember, hogy mit, hogy, mikor épít, mit, hogy, hova tesz, miért csinálja. Én azt hiszem, hogy csodálatos napunk lesz. Reméljük. Én már most olyan jól érzem magam, itt az udvaron. Mit fogunk ma csinálni? Hát most egy kicsit megmutatom kívül, hogy mi, hogy már mi van, és utána bemegyünk egyet sütni. Majd a szobákat megmutatom, ott az általában festett bútorok vannak, a legtöbbje. Úgyhogy lesz mit mutogassak. Ugye apunak a gyűjteményét itt látod, itt mindenféle ilyen vas, meg ilyen szerszámos dolgot akasztott ő ki. Ez az ő területe, ez a férfias része. Jaj, azok a tányérok, de gyönyörű. Igen, ez az anyu része jön most, itt a nőies vonal. Ez egy egész élet munkája ezt összegyűjteni, ez hihetetlen, ez rengeteg, hatalmas mennyiség, és mindig szép. Bemegyünk a kis konyhánkba, és ott majd fog téged várni egy kicsi meglepetés. Csokkolom! Na, itt van édesanyám is! Isten hozott! Nagyon szépen köszönjük, Vadit Petri! Nagyon örülök! Na, akkor mehetünk! És akkor kapom ezt a gyönyörű kötényt, amit ön tetszett varni. Én voltam minden. Jó, de gyönyörű. Igen, nagyon nagy varró. Varrom. Hát ez egy csupa-csupa szív tökény. Igen, csupa szív. Benne van a szíve. És milyen szép a tied is. Na, jól nézünk ki? Csinosak vagyunk. Hát itt minden úgy van előkészítve, ahogy az kell legyen. Tojás, vaj. Hű, kíváncsi vagyok aztán, hogy akkor mit fogunk készíteni. Na, várjam, mert itt egy kicsiket kelljen ezzel. Mit őriznek ezek a falak? Csak kincset, ugye. Csak múltot, csak mindent. Mit jelent ön számára az, hogy Stefánia végül a gyerekkorához képest, hogy ő igen, ezt nem akarta úgy igazából, meg nem állt hozzá közel, most mégis tovább viszi ezt a... Hát azért volt egy kicsi kételje bennem, de azért de látszott, érzés. Hogy igen, hogy szereti is, tehát megszerette, igen. És akkor inkább a mérleg. Inkább a fényképezés volt nála. Mert azért ez meg a festés, igen, de és akkor ő megy. Ez szomorú az, amikor az ember egy egész életen igen, keresztül épít valamit, és nincs ki tovább vigye. És azért ez mekkora dolog, igen, hogy mégis, igen. Mekkora ajánlás. A vendégek is mind azt kérdik, hogy na jó, ez jó, de van ki tovább vigye? Mondom, ott még több van, tehát el sem tudom mondani, hogy hányszorosa. Van tovább, jó, most az unokákra gondolt. Igen. Hát van, hát igen, mert igazából ki vigye, és még egy ideig te, de aztán te is bele kell ebben. Persze, ja, ők már jönnek segíteni. Ők már tudják. A két lányom veszi fel a kötényt, és jön, és segít. Tehát ő hozzájuk már ez közelebb áll, mint mondjuk hozzávált. Igen. Igen, ők már sokkal korábban kapcsolódnak be ebbe a... De nálad miért esett ki ennyire? Mi volt az oka, hol ott a szüleid ugye őrizték ezeket a dolgokat? Szerintem pont az a periódus, amikor én kamaszlány voltam, pont az a periódus volt, amikor szerintem mindenki az én generáció, most nem azt mondom mindenki, de a legtöbbje ezt szégyelte, ezt a, igen, valahogy úgy meg akart válni ettől a hagyományos útvonaltól, és jött a nyugati modern világ, és az volt az ismeretlen, az volt a vagány, az volt a... Hát szerintem inkább ismeretlen, nem tudtuk, hogy mi az, ugye? És akkor arra kíváncsi vagy. Igen. Meg hát fiatalként az ember igen, még egy kicsit... Igen, és a rebel is. Így van, igen. Mit jelent a mai világban ezt fenntartani? Főleg ilyen házias jellegű. Igen. Ez a lényege, hogy direkt ilyen falusi. Tehát a fűszerekbe se használok, csak kapor, tárkony, petrezselyem. Amit régen. És, igen. Hát igen, csombor. Igen. Nekünk, én ugye viszem a másik vonalat is, én nagyon szeretek kertészkedni. Így eléggé kuriózum, hogy Csíkszered a kellős közepén 45 magas ágyásom van. És akkor
abból főzünk, abból eszünk, és szárítunk, aszalunk, és akkor ezt a gyerekek látják. És akkor így megy tovább ez a vonal. Tudod? Mert régebb is szárítottak persze szilva, alma, körte, aszalták. És ez volt télen az édesség, a méz mellett. Vásárhelyen édesanyám is kertészkedett. Akkor ugyanezt mondom most is a kertészkedésre is. Menekültem tőle. Mikor megfogtam az ásót, és azt mondták nekem, hogy az a fél kertet fel kell ásni. Én azt se tudtam, hogy merre menjek. Ásni, te jó ég. És plusz még 100 csirkét neveltem. És te, nekem napi, az valami kín csirke. Volt, hogy elültessek valamit. De olyan érdekes, mert tehát nem volt úgy, hogy akkor elmehet. Szó se róla, azt meg kell csinálni. Valahogy megcsináltam, de az agy az egy olyan érdekes, mindent lefényképez, elraktároz. Most hallok, látok, mindent becsukom a szemet, és abszolút minden előttem van. Ha jól tudom, itt van étkeztetés, és hát ilyen ételekkel, tehát ja, azért igen, igen, csak is amit mi is ettünk annó gyerekként, nagyszülők receptje is, stb. Hát, hogy ezek azok az ízek. Akkor itt mondhatjuk azt, hogy itt még mindig az ember azt kóstolja meg, ami... Nagymama, nem, oh, ami igen, volt. Nagymama főztje. Nagyszülőknél. El tetszik tudni találni? Mit? Még a, mondjuk az édesanyjának az ételének az ízét. Ja, persze. Megvan ugyanaz, persze. És sokszor ezért kilódok, hogy amit tettek elé, az édesanyám. Az van, amit tettünk. Igen, én is addig csűröm, csavarom, ameddig azt fogom, azt kapom, igen, amit a nagymama. Igen. Ő egy nagyon jó... Kacagom, mert a vendégek mindig kérdik, hogy hát ez hogy van csinálva, mutassam a receptet, vagy mondjam a receptet. De nekem nincs receptem, mert marék, meg kanál, meg mencsdeka. Azt mondják, hogy az ételeknek lelke van. Mitől van az itteni ételeknek lelke? Mert beléteszed a lelkedet. Az ő lelkétől. De amikor nyár vége van, és már az utolsó csoport is jött, még akkor is benne van. Akkor már ez a lél. De tudod, hogy vagyok? Akkor ki vagyok száradva. Tehát valósággal az összes energiámat kiraktam, igen. És most én szédelgek. Igen. Hát de ez nem, na hát emberek vagyunk, nyilván mindenki elfárad, de akkor is benne van, mert az a darásfészek akkor is olyan, hát, nem? Jaj, persze. Az én szeretettel csinálod, és jaj, milyen finom, milyen szépen sikerült. Na. Akkor jó, és akkor mi a még egy kicsit mászok bele, mászok el, ne, hogy az legyen, hogy nem mászok bele, itt vagyok. Ezt elviszem a pluszot. Igen. Hallod, így néz kész. Mi? Így veszed fel. Ennyi az egész. A simba kell legyen, és el kell álljon. Az a lényeg, minél több levegő kerüljön belé. Érted? Az a titka, hogy minél több levegőt összeáll a tészta, tiszta sima lesz. Nagyon jól csinálod. Úgy. Szerintem ez menni fogod. Állhatok így ebben nyári munkának. Igen. A malomnak nincsen köve, mégis lisztet jár. Mégis lisztet jár. Írják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár. Írják tőlem a rózsámat, mégis hozzám jár. Adsz a rózsám a kezedet, forduljunk egyet, forduljunk egyet. Aztán menjünk ki a kertbe, hogy szedjünk egyet. Aztán menjünk ki a kertbe, hogy szedjünk egyet. Az én kicsi sárna kecskén, csak egyre járja. Az én kicsi sárna kecskén, az én kicsi sárna kecskén, csak egyre járja.
beszéltünk arról, hogy itt a panzió, hogy vannak a gyerekek. Én úgy vettem ki a szavaidból, de cáfolj meg, ha nem így van, jó. Hogy maximális partnere vagy a férjednek, tehát, hogy mindenben, amiben belevág, biztos vagyok benne, hogy segítesz, és ott vagy, és közreműködsz. Igazad van, igen. Igen. Itt van a Kanni, de igen, abszolút, gondolom, csak most nőről van szó, igen. A nőről. Tudjuk, hogy a nők szeretnek több mindent csinálni, és hogy jól is tudják csinálni, ha több mindent csinálnak, de azért ez sok nőt felülmúlsz, tehát, hogy azért ez már nagyon szerte ágazó, amit te csinálsz. Mi az, ami hajt téged? Mindig ezt kérdik, hogy mi az, ami hajt. És mit szoktál mondani? Hát, az, amikor felkelek, egyszer az van, hogy a hála és a köszönet. Ez az, ami hajt. Hogy megköszönöm, és egyszerűen hálás vagyok mindazért, amin van. A hit, az isteni hit, a szeretet, ezek a mozgató rugók. És akkor ez megadja a napra mindazt, amire nekem szükségem van. Nincs olyan pont, amikor úgy érzed, hogy túl sok minden. Dehogy nem. Persze, hogy van. És akkor olyankor tudom, hogy azt kell csináljam, hogy elvonulok és bekuckózok. Uh-huh. És akkor ott én vagyok. Uh-huh. Én vagyok, és az idő, és a Jóisten, és kész. És ott töltödöm fel. Ott félreválogatom, hogy na, akkor mostan ez az, amire szükségem van, ez az, amit kell még ott csiszolnom, ez nem annyira fontos, az a fontosabb, és akkor kezdem újból a napot. És ugye erről az útól egy kicsit lesiklok, mert ugye milyen az ember, megvan a monotónia, stb. És akkor, hogyha lecsúszok, rögtön érzem. És akkor megállj. Vissza kell, megint menjek. És akkor, ha ezt az utat követem, akkor van idő. Jó, és meg az, hogy be kell osszam. Tehát erre nagyon figyelek, hogy nagyon-nagyon logikusan és ügyesen menedzseljem le azt a napomat. Azt hiszem, hogy valahol és neked itt a titkod. Ez ilyen reneszánszból merítek, a reneszánszi mi voltomat felveszem, és akkor egy síkon több útat indítok. Csak egy olyan kicsi példát mondjak, hogy hát nő, jó, rendben, akkor felkelek, és akkor már kapcsolom a mosógépet, főzöm a teát, már kész van az ebédre a menü, közben öltöztettem a gyermekeket, elmentek suliba, már megyek hátra a kertbe, megvannak a malacok, tyúkok, kárcsot, és akkor még mindenre jut energia. De kell az órarend. Az órarend. Igen. Na de ez a hely mitől más, mint a többi? A vendégek válaszolnak erre a kérdésedre a legjobban. Ők elhagyták ezt a vonalat, és hiányzik. Uh-huh. És akkor itt feltalálják újból, és rájönnek, hogy valójában ez volt nekünk is. Emlékszek, hogy nagymamám, emlékszem, hogy gyerekkoromban, emlékszem, igen. Uh-huh. És úgy ezektől úgy eltávolodtunk, uh-huh. és megváltunk. És azért most mi emberek egyre jobban érezzük ezt, hogy igenis, erre szükségünk van, és hiányzik. Uh-huh. Igen. Igen, ez a visszafordulás, tudod, a múltunkban, de tulajdonképpen az én fontosnak vélem. Lehet az, hogy na jó, múlt, csak sokan mondják, hogy a múlt az múlt, és ne foglalkozz vele. De hatalmas nagy információt adott nekünk az a múlt, amit nem tudunk, nem is tudom, felhasználni, vagy alkalmazni. Képek. Azok a fotók, meg a parajdi fotók. Így azt is akartuk, hogy a vendég így látja a régi parajdot, a régi sóvidéket, régi fürdőt, viseleteket. Ez volt az első bútorom, amit lefestettem. Ez hát nem egy tipikus székely, festett bútor. Ezt is én festettem? Hát itt még szebb. Itt már azért figyelembe vettem a motivumokat. Azt a mindenit. Ez gyönyörű. Thank you.
Hol látod magad 20 év múlva? 20 év múlva? Hát jól kibővítve, itt, mert még ugye a célok és az álmok, azok még, az, azt még nem zártuk le, tehát még az én álmom, ami itt Parajdot jelenti, az még, annak még nincs vége. Hát ez nincs. Nincs, mert amit annak idején én elképzeltem, hogy itt megvalósítok, az, annak még csak a fele útján tartok. És ugye a másik része az a csík. A gyerekeimet ugyancsak ebben elképzelem, és az ötből egy biztos, hogy itt kell legyen. Úgy képzelem el, hogy ennek helye van. Igen, nem mindegy, hogy kötök, de egyik kötök. Nem baj, amelyik. Igen, amelyik. Valamelyik. És hát ugyanebben, tehát csak ebben a világban képzelem el magam, és talán úgy, mint édesanyám, úgy látom magamat. Említettük az előbb azt, hogy akkor a jellemzői Stefániának, de hát akkor itt mondtál egy húsz szót, és az előbb is említettük, hát, hogy célok. Célok, akkor, akkor ez az, ami... Ez egy még egy hajtórugója az egésznek, hogy akkor igen, igen, cél nélkül. Én úgy érzem, hogy én, mindig, mikor ugye egymás után jöttek a gyerekek, és nekem volt egy olyan periódusom, hogy egyéb nem volt, csak szülés. Tehát egymás után. És akkor olyankor ugye ez a célod, de hiányzott az a munka is. Tehát, hogy az a keményebb cél, és akkor olyan nehéz volt az a periódus, hogy eldöntsed, hogy akkor most mit csinálj? A gyereket neveljed, és akkor, vagy dolgozzál. És akkor azt is megkaptam sugallatként, hogy nekem most az a legnagyobb célom, hogy a gyerekeim, őket kell neveljem, és őket kell ebbe belenevelnem. És ez ad a boldogságot, és ez ad erőt, energiát, mindent. Tehát nem teherként tekintek, hogy na, akkor most kell vinni suliban, akkor most tanígy, nem, hanem pont az, hogy ez a legnagyobb kihívás, és ez a legnagyobb célom most, mint nőként, hogy őket vinni előre, és belevinni ebbe a világba. Mit kell üzenjen ez a hely egy erre járó vendégnek, aki betéved ide? Szerinted? Mit akartok, mi legyen az üzenete? Azt, hogy soha ne felejtjék el a gyökerüket, hogy honnan jönnek, ezt ápolják, és adják is tovább. Tehát ettől nem szabad megszabadulni. Tehát nekem kellett 20 év, hogy erre rájöjjek, de tini kortól egész mostanáig, de ezt nagyon merem állítani, hogy ez nagyon fontos. Komám az, hogy picében ott a tyúkok tánca, komám az, hogy picében ott a tyúkok tánca, az én kicsi sárga kecském, az én kicsi sárga kecském, csak egyre járja. Az én kicsi sárga kecském, az én kicsi sárga kecském, csak egyre járja. Kiemelt támogatója a Marosvásárhelyi Toyota.